Cserei laktanyában Novák Katalin asszony, Magyarország köztársasági elnökét, Szalai Bobrovici Kristóf urat, honvédelmi minisztert, dr. Bőrendi Gábor vezérezredest, a honvéd vezérkar főnökét, és dr. Kunszabó István vezérőrnagyot, a köztársasági elnök főhadseregét. Az adaptív huszár a Magyar Honvédség legnagyobb idei gyakorlata kapcsán felkérem Szalai Bobrovici Kristóf honvédelmi minisztert beszéde megtartására és a gyakorlat megnyitására. Jó kívánok, hölgyeim és uraim! Tisztelt köztársasági elnök asszony, tisztelt vezérkar főnök úr, honvédek! Fő parancsnokunként nagy tisztelettel köszöntjük Novák Katalin Magyarország köztársasági elnökét az adaptív huszár 23 elnevezési többnemzeti országos hadgyakorlaton, amelyet NATO erők részvételével hajtunk végre. A veszélyek korát éljük. A biztonság hosszú évtizedek óta szilárdan álló építményén komoly repedések jelentek meg. Háború, illegális migráció és vele együtt terrorveszély sújtja Európát. Nyugat-Európa városaiban rendszeresek a zavargások, az európai polgárok elleni támadások. A terrorveszélyt a szerb-magyar határnál is egyre fokozódik. Nemzetbiztonsági szolgálataink figyelmeztetnek, hogy a migrációval együtt terrorszervezetek képzett katonái és velük együtt a terrorveszély is Magyarország határánál kopogtat. A magyar kormány számára a béke megőrzése, Magyarország és a magyar emberek biztonsága a legfontosabb. Ez csak egy jó kiképzett és felkészített honvédség tudja garantálni. Szövetségeseinkkel szorosan együttműködve minden biztonsági kihívásra megfelelő válaszokat adni képes, felkészült honvédséget építünk. Hölgyeim és uraim! Hetente jönnek a jó hírek a honvédség házatájáról. Erősödünk, fejlődünk, egyre többen vagyunk, egyre modernebb eszközökkel, egyre több hadipari beruházással. Épülő és üzembe álló gyárak, érkező és használatba vett nagyvasak, sikeres toborzás és komoly teljesítmények jelzik, egyre magasabb szintre lép a magyar honvédség. Az adaptív huszár 23 is ebbe a sorba tartozik. Ahogyan olvashatták a hétvégén, az ország nagy részét érintő, magyar földön települt NATO szervezetek bevonásával megszervezett hadgyakorlat keretében a védelmi képességeket teszteljük és fejlesztjük. Ez az olasz, török, horvát és amerikai részvétellel zajló, rendkívül összetett, az ország jelentős területére kiterjedő, a honvédség többségét és az állami igazgatás egy jelentős részét megmozgató hadgyakorlat megszervezése és végrehajtása komoly feladat. Jelenleg a gyakorlat kezdeti fázisában közel 1000 katonát érint, ebből 340 fő külföldi és 170 tartalékos magyar honvéd. Legfőbb célja, hogy tesztelje az ország védelmi igazgatási rendszere és a magyar honvédség együttműködő képességét. Ennek érdekében a honvédség kijelölt állománya mellett több, hazánkban települt szövetséges katonai, illetve a védelmi igazgatásban érintett állami szervezet is részt vesz majd a gyakorlaton, megközelítőleg 4500 fővel, több mint 200 különféle technikát megmozgatva. Az adaptív huszár a Magyar Honvédség 2023-ban tervezett legnagyobb, aktív és tartalékos állomány bevonásával megtartott gyakorlata, amely valós katonai mozgással járó átcsoportosításokon keresztül felméri a haderő kijelölt készenléti erőit, valamint a honvédség vezetési rendszerének helyzetét. Ami a honvédséget illeti, vizsgázik most mindaz, amit eddig építettünk és megalkottunk. Látni fogjuk, hol tartunk, látni fogjuk, mit és hogyan kell tovább erősíteni. Látni fogjuk, mire van szükség, kiderül ki és hogyan válik be, kire lehet számítani. A megszerzett tapasztalatokkal jobb és erősebb lesz honvédségünk, és erősebb honvédséggel erősebb lesz Magyarország is. Ami a közigazgatással és más polgári szervezetekkel való együttműködést illeti, vizsgázik a védelmi igazgatás rendszere is. Az együttműködés az intézmények között és az intézményeket érintő civilek között. Látni fogjuk a működés közben a jelenlegi törvényi szabályozás eszközeit, és látjuk majd, ha arra van szükség, mit és hogyan kell alakítani rajtuk.
A gyakorlatnak köszönhetően sokkal nagyobb lesz az összhang az államigazgatás egyes alrendszerei között. A katonák és a civil közszolgák jobban fogják érteni, hogyan és miben segíthetik egymást a közös feladatok megoldása érdekében. Ami a szövetségeseinkkel való együttműködést illeti, mint minden komoly gyakorlaton, ezúttal is vizsgázik az összhang és a kommunikáció. A közös feladat végrehajtásnál nincs jobb csapatépítés. Köszönjük, hogy itt vannak, és hogy együtt készülhetünk fel közös biztonságunk védelmére. Hölgyeim és uraim, tisztelt elnök asszony! Katonai élet vastörvénye, hogy mindig a legjobbat kell remélnünk, de mindig készen kell állnunk a legrosszabb bekövetkezésére is. Készen kell állnunk, hogy éles helyzetben megtegyük, amit meg kell tennünk családunkért, amelyet szeretünk, a településért, ahol otthon vagyunk, az országért, amelyben élünk, és a nemzetért, amelyhez tartozunk. Ezzel az adaptív 20-as gyakorlatot elindítom. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen miniszter úr beszédét! A program a meghatározottak szerint folytatódik tovább.